A Romák Felzárkóztatásáért Egyesület elnöke Losóth Györgyné köszöntötte a vendégeket az Egyesület által szervezett farsangi esten a kispesti Vigadóban. Varga Attila alpolgármester örömét fejezte ki a helyi civil közösségek aktivitását látva. Kispest mindig aktív civil közéletről tesz tanúbizonyságot. Ennek mai nap több helyszínen is, több esemény is meg tudja mutatni magát, hiszen délelőtt volt egy érzékenyítő divat bemutató, ahol valamilyen fokon a másságot képviselő kispestiek vagy nem kispestiek vettek részt. Az alpolgármestert követően Bence Marian, a Tanext Akadémia pedagógusa beszélt az intézményben tanuló, nehéz tanulási készséggel rendelkező fiatalok lehetőségeiről, céljairól és sikereiről. Majd Kalóz Zsóka, a Vigadó előterében látható Jelen és Múlt című csipkekiállítás gyűjteményese és kurátora, az iskola leendő pedagógusa mesélt a roma és a magyar népművészet találkozási pontjairól. A roma népi kultúra szimbólumvilágából nem véletlen emeltem ki a rózsát. Nagyon sok tájegységünknek a Kárpát-medencében, a hímzés világában jelen van, csak talán nem figyelünk rá annyira oda. A szín használatában én azért kiemelném még különösen a romáknál ugye az arany, az ezüstszín használatát. Az aranynak nagyon fontos jelentősége van, mert egy kicsikét a vallás mesdjén én óvatosan bánok, mert aztán minden előfordul az emberi fejekben, de meg kell említeni, hogy ez egészen nagyon-nagyon hosszú időkre nyúlik vissza. Itt még az aranyapácska, a napkultuszig kell egészen visszagondolnunk, tehát náluk, az ő vallásukban, kifejezetten az aranyszín, azaz apát, a férfit jelenti, de egyébként nagyon kevesen tudják a nem romák, tehát közülünk azt, hogy a roma elnevezés az eleve azt jelenti, hogy a férfi, tehát az ön nyelvükön. A roma nyelvről annyit mondanék, hogy én egy nagyon gazdag, jelentésében gazdag nyelvnek tartom, ősi nyelvnek. Tudni kell rólunk, hogy nekünk romáknak nincsen írott kultúránk. Nekünk szájról szájra öröklődött mind a nyelvünk, a hagyományaink, a szokásaink, a tradícióink. Patakok, farsang táján bolondozzunk, előcsaljuk a napot. Elég volt a viderdésből, hívjuk elő a telet. Hagyj hozzá el Sándor József zsákjában a meleget. Maskarában, kereplővel csattogtatva zajcsapunk, este pedig a tűz körül táncot járva. A farsangi este nem csak a csipke és a népművészeti baba kiállítást, de Szent Andrási Csaba képeit is megtekinthették a vendégek. A művészt, kinek figyelme középpontjában az ember áll, dr. Teleki Judit mutatta be a közönségnek. A szeretetet, a szerelmet, a nő szépségét, vagy a férfi szépségét, azt már olyan sútba dobtuk, és már az nem kell. Ma már egy csomó minden ilyen egysíkúvá vált véleményem szerint, és nincsenek kiugró személyiségek, akik meg tudnak mutatni esetleg igazából szép dolgokat, vagy olyan dolgokat, ami azt a fajta rezgést hozna ebbe az országba meg, amire szükségünk van, a szeretetre. A farsangi est fénypontja az a színpadi produkció volt, melyet Toldi Sára, Lukács János és Villás György József az alkalomra összeállt triója adott elő. Mivel most ilyen farsang időszak van, akkor úgy gondoltuk, hogy akkor egy farsangi estet fogunk szervezni, mert amint hallod is ugye az elhangzott számok után is, meg egy bevezetőként, hogy ugye az Egyesületünk kapcsolatban van a Tanex Akadémia iskolával. És akkor én úgy gondoltam, hogy akkor itt lenne a legalkalmasabb a rendezvényünket megtartani, hogy a kispesti lakosok, a kispesti művészeket hogy ismerjék meg, mert ez a legfontosabb számunkra. A rendhagyó farsangi estén nem csak a kultúra, hanem a jótékonykodás is helyet kapott, hiszen adománygyűjtést is szerveztek a Tanext Akadémia támogatására. Ezzel a komplex programmal szolgálta ezt az adománygyűjtő jótékonysági estet a Roma Felzárkóztatási Egyesület. Én bízom benne, hogy nagyon sokan tudtak adakozni, annak érdekében, hogy a Tanextnek kicsit jobb legyen a körülménye, az oktatás körülményei, a diákok azok könnyebben tudjanak olyan tudást szerezni, ami őket majd a életük során szolgálja. Az este folyamán az alkalomra készített különleges fánk vásárlásával lehetett támogatni az iskolát.